Köszöntöm a kedves nézőket, Dombóvári Gábor vagyok, és nagy örömmel közlöm, és köszönöm szépen Erős Diánának, hogy ismét itt van körünkben. És ismét a mítoszkutatásról is beszélünk, és ahogy ígértük, Atlantisszal foglalkozunk, Atlantis mágiájával ebben az esetben, a mai műsorban is. Hát ugye nem mindenki néz mindig televíziót, gondolom a Hihetetlen magazint azért nagyon sokan, 10-ből csak 10-en, hogy ilyen finoman nézzem a számokat, de azért nem árt megismételni röviden, Robi, hogy a múltkor, mert hogy Atlantisról annyi mindent el lehet mondani, és mégis oly keveset tudunk róla, hogy a múltkori adásban miről esett szó úgy nagy vonalakban. Hát ha megengedek, 55 percet beszélnék erről, mert ennyi volt a múltkori adás. Igen, tehát... jó, de azért jó, a reklám kötelezettségünk is. Igazából úgy kezdtük, hogy eljutottunk, vagy elindultunk attól a kérdéstől, hogy valóban létezhet-e fizikailag Atlantis, hogy létezhet ez az ősi kontinens, hogy ez nem csak csupán mítosz, nem csupán csak legenda, hanem a valóság. Erre többé-kevésbé megtaláltuk a bizonyítékokat, és elkezdtük keresni azokat a helyeket, ahol megtalálhatjuk ennek a kontinensnek, az ősi elveszett kontinensnek a nyomait. Végigjártuk a földközi tenger térségét, utaltunk Egyiptomra, utaltuk a görögökre, természetesen elkezdtük Platonnal, a Kritiásszal a történetet, és a végén oda jutottunk el, hogy találtunk egy néhány helyszínt, amire úgy gondoltuk, hogy hát ez már valóban szóba jöhet, és a dia a nagy kalandozás közben eljutott fönt messze északra, és eljutottunk a Bering-szorosig, a mai Bering-szorosig, ahol egykor, ezt még talán az iskolában is tanulta mindenki, egy földhíd vezetett át, most már nincs, tehát egy földhíd vezetett át, és na ott leragadtunk azon a téren, és akkor onnan, hogy na, akkor hogy is nézett ki ez a népvándorlásszerű, hogy nézett ki ez a terület, hogy nézett ki a Bering-szoros, ki, hova és milyen célból ment át. Igen, és akkor ígértük meg azt, hogy miután szóba került a kontinensek elvándorlása ide-oda, meg hogy széttöredezik, és hogy bizonyos idő belül ide-oda vándorolnak a kontinensek, hol lassabban, hol gyorsabban, erről folyik a vita mostanáig, és akkor megígértük, hogy ezt a bizonyos Bering-szorosi dolgot megvilágosítjuk, természetesen Dia segítségével, egyetlen egy mondat, hogy ennek a műsornak a végén is lesz természetesen játékkérdés, a nyeremény pedig a Hihetetlen fél éves előfizetése. Szóval, beringulunk. Hát akkor beringuljunk, szerintem is. Szeretettel köszöntöm a nézőket, jó estét. Annyiban érdekes a Bering-szoros példája, ami múltkor vetődött fel a múltkori adásban, hogy valóban itt létezett állítólag egy földhíd. Na most Atlantisról ugyanezt mondják, hogy egy földhíddal vagy valamilyen földnyelvvel kapcsolódott állítólag Nyugat-Afrikához, konkrétan Marokkóhoz, és... még a hagyományok azt is elmondják, hogy ez az Atlantis, ez nem egy egységes földrész volt, hanem több részből állt össze, tehát különböző szigetekből tevődött össze, de valamiféle szigetcsoport lehetett ez, aminek volt egy nagy központi kontinense, egy magva, de különböző más szigetek is kapcsolódtak hozzá, és a legendák makacsul azt állítják, hogy ezek nem egyszerre süllyedtek el. Tehát volt, ezek fokozatosan egymás után tűntek el a tenger fenekén, és hogy állítólag volt egy olyan időszak, egy történelmi időszak, amikről tényleg így már az ókori hagyományok is gyönyörűen beszámolnak, amikor már a fősziget nem létezett, de még a földhíd fönnállt, és hogy állítólag egy ilyen mocsaras területen gyalog át lehetett menni Atlantis maradványairól, vagy romjairól Marokkóba. Ezt el lehet úgy képzelni, csak közbevetőleg kérdezem, mint hogy Japán, ugye ott vannak a szigetek, mondjuk, úgy, nem tudom, Hokkaido elsüllyedni, és akkor úgy. Honshu, vagy nem tudom, a többi megmaradna. Nagyjából úgy, igen, hogy mint hogyha mondjuk tegyük fel Hokkaido elsüllyedni, és akkor mondjuk a többi ott lenne, és akkor tulajdonképpen ez úgy nézett ki, mint hogyha Atlantis maradványai az ókoriak szerint, Platón megjegyzi, hogy nagyon sokáig akadályozták a közlekedést ezek az Atlantis maradványok, illetve ez az elmocsarasodott terület, amiről egyébként Sztrabón ír részletesen egy másik ókori görög történetíróról van szó, és ő pedig azt mondja, hogy ez az elmocsarasodott terület, ez úgynevezett Tritonis tó, vagy Tritónia, és hogy állítólag itt még az korai, ókori görög királyságok fennállása idején is éltek emberek, éltek törzsek,
konkrétan a mai Atlanti-óceán területén, mert ez ma már szintén vízborítja, de hogy ebben a Tritóniában még akkor lehetett találni túlélő atlantisziakat, túlélő atlantiszi törzseket. Na most nem úszod meg azért ilyen olcsón a Bering-szorost, mert ha már a múltkor megemlítettük, és Robi meg az előbb egy fél mondatban említette a népvándorlást, hogy ide-oda mentek, szóval, és erről a mutatásban szintén csak egy fél mondatot beszéltünk, hogy akkor ennek tulajdonítható az, hogy hasonló népcsoportokat lehet találni Ázsiában, meg mondjuk Amerikában? Igen, valószínű, hogy tulajdonképpen Atlantis egy kiváló megoldás arra a rejtélyre, hogy miért hasonlítanak annyira részben az antropológiai vonások is, például az egyiptomiak és az inkák, vagy például a nagyon sok vonás van, ezt így kevesen tudják, a babiloni sumer népek, illetve a maják között, vagy miért hasonlít az egyiptomi piramis építészet a maja piramis építészetre, miért látunk nagyon sok közös vonást az inka mitológia, a kelta mitológia és az egyiptomi vallás között. Tehát valószínűleg tartjuk, hogy Atlantis lehetett az a közvetítő centrum, amely, hát most vagy az lehetett, hogy egyszerűen közvetített ezek között a kultúrák között, vagy pedig, ami még valószínűbb, hogy ezek a kultúrák tulajdonképpen mind-mind Atlantisról származnak. Igen, hát mi magyarok is előfordulunk állítólag máshol, magorok. Igen, pontosan így van. Atlantis is, tehát van ennek igen. Magyarok. Nekünk magyaroknak is van Atlantis mítoszunk, tehát nekünk is van egy az aranyos szegeletnek a története, ami ugye a csángóknál Erdélyben maradt fenn, és gyakorlatilag arról szól, hogy valamikor régen a magyarok ősei messze nyugaton az Óperenciás tenger közepén éltek egy aranyos szegelet nevezetű csodálatos paradicsomi állapotú szigeten. Igen, ám csak, hogy aranyatyácska a napisten parancsára egy hatalmas, egy isteni büntetés következtében ez a sziget egyetlen egy éjszak alatt elsüllyedt, és a legenda szerint a magyarok ősei hajókon menekültek ki innen, tehát ez annyit jelent, és ez lehet, hogy így a nézőknek talán egy érdekes info, vagy legalábbis újdonság, hogy bizony mi magyarok is Atlantisról származtattuk magunkat. Hát de, és ez megint csak hasonlít arra, amiről már beszéltünk, hogy addig, ameddig most félig viccesen mondom, tisztességesen viselkedtek az atlantisziak, addig minden rendben volt, és akkor, amikor agresszívek lettek, és egyáltalán már ott is kialakultak olyan társadalmi viszonyok, hogy az emberek már egymásnak ugrottak, akkor jött az Istenek büntetése, jött a víz, és kész, süllyedés. És ugyanaz. Azért is jó, hogy említed, igen, mert a legtöbb mítoszban Atlantis elsüllyedése tulajdonképpen egy isteni büntetés. Azt is igen. Mondhatnánk, hogy ez az eredendő bűnnek a legendája, és ami a Bibliában a paradicsomból való kiűzetés, tehát a büntetés, mint olyan Ádám Évának ugye a kiüzetése, az tulajdonképpen párhuzam a többi mítoszban Atlantis elsüllyedése. És akkor itt nagyon jó, mert belefutunk pont az atlantiszi mágia kérdéskörébe, és belefutunk abba a témába, hogy miért süllyedt el Atlantis, hogyan süllyedt el Atlantis, hogyan veszett el Atlantis, és szintén a múltkori adásban szóba került az, hogy katasztrófa. És szóba került az, hogy katasztrófa, az egy tágfogalom, többféle katasztrófa van, nem csak geológiai katasztrófa van, hanem van úgynevezett mágikus katasztrófa, vagy téridő jellegű, téridő fizikai jellegű katasztrófa is, és belefutunk abba a kérdésbe, vagy abba a témába, hogy vannak olyan mítoszok, amely szerint Atlantis geológiai értelembe véve elsüllyedt, úgy, mint kitörtek rajta a vulkánok, összetöredezett maga a sziget, és ilyen nagy szökőárak közepette, hamu eső, tehát tényleg az ember egy ilyen geológiai asszociációt érez, cunami közepette a sziget darabokra töredezett és elsüllyedt. Ez az egyik elmélet, de vannak olyan mítoszok, amelyek meg azt mondják, hogy Atlantis nem elsüllyedt, hanem eltűnt, álommá vált, teleportálódott, átkerült egy másik dimenzióba. És akkor ez volt az ókori Philadelphia kísérlet. Tulajdonképpen igen. De, és bocsánat, hagyjuk még van. A magára erre a kontextre, meg eszemított még egy nagyon fontos dolog, hogy az ókori iratokban szerepel egy olyan, hogy amikor ha meghatározták, hogy a Heraklész oszlopain túl, tehát akkor véletek az Atlanti óceánban ott van ez a bizonyos kontinens, akkor úgy vázolták fel az egészet, hogy az a kontinens viszonylag közel feküdt hozzá, tehát mint hogy egy kisebb tenger lett volna várjál, de utána azt mondta, hogy a másik oldala után következik egy másik szárazföld. Ez azt jelenteni, ez nagyon óvatosan fogad, azt jelenteni, hogy Krisztus előtt 500-zal Amerikáról beszélnek, mert a következő kontinens arra felé megyünk nyugatra, akkor az a mai Amerika, és illetve ott a közép-amerikai szigetekről van szó, tehát ahova el lehetett volna jutni. Tehát egy nagyon érdekes, hogy akkor már ők említést tesznek, de most arról, hogy abban az időben valakinek elképzelés és fogalma legyen erről,
mert hogy akkor nem volt nyilvánvaló, hogy a Föld gömbölyű, és hogy helyezkednek el a kontinensek. Na, tehát ez egy és ezzel sem foglalkozik, és tudomásom szerint senki nem kutatja azt, hogy miért is van az, hogy azt mondják, hogy az a szigetnek az egyik oldalán volt, amit most ma itt Európa és Afrika érkezett, de a másik részén is ott volt egy kontinens. Már tudták, hogy ott van egy kontinens, nem azt mondták, hogy ott a végtelen óceánon, vagy ott kiesünk az űrbe, hanem hogy ott van még egy kontinens. Tehát ez csak úgy lehet, hogy volt valami fajta információk arra, hogy azok, akik ezen a bizonyos szigeten éltek, azok már eljutottak értelemszerűen oda is, és tisztában voltak vele, és onnan is híreket hoztak, hogy ott bizony van egy másik. Ez csak azt mutatja tényleg, hogy az atlantisziak tudhattak Amerikáról, és akkor ugyanez az infóment, tehát ugye az atlantisziaktól a görögökhöz. Ja. Ha meg már itt tartunk, ez azért is érdekes, mert ugye említettük, hogy Atlantis nem volt egységes, és állandóan azt mondják a legendák, hogy volt egy északi földnyelve, vagy valamiféle félsziget, tehát egy olyan nagyobb egység, amely valahol a mai sarkkör területén helyezkedett el, és ez az, ami az ókori szövegekben Hibernia, illetve Thule. Igen. Ezen kívül Hyperborea néven szerepel. Ez a Hyperborea, ez a Hibernia, és a skandináv hagyományokban ez a Thule. De most a Hiberniának mi köze van a hibernáláshoz? Van, egyértelműen van köze. Komolyan van, egyértelműen van köze, hibernálás, eljegesítés, fagyasztás. Hibernia olyan sziget, olyan kontinens, amely a fagyos, hideg északon helyezkedik el. A másik név ugye a Hyperborea. A Boreas, az az északi szél görögül, igen, tehát a szó szerint az északi szél birodalmán is túl, északon is túl, hyper az túl, keresztül át. Igen. Így van, tehát ami az északi szelen is túl van, ez a Hyperborea, a túle az pedig a skandináv mitológiában szerepel, és hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdéskör, mert sokan azt mondják, hogy ez a mai Grönland. Tehát, hogy állítólag Atlantis elsüllyedt, de a Hyperborea része, vagy a Thule része az nem süllyedt volna el. Ma Grönland néven ismerjük, csak eljegesedett, megváltozott az éghajlat, és a mítoszok egyébként még azt is rendszeresen emlegetik, hogy Atlantison egy egységes mediterrán szubtrópusi éghajlat uralkodott, kontinens méretű volt, de nem voltak rajta éghajlati zónák, nem voltak rajta például sivatagok, vagy nem volt rajta kontinentális éghajlat, hanem mindenhol, nem volt tavasz-nyár-ősztél, így van, az örök tavasz uralkodott Atlantison, és azt mondják, hogy nem csak Atlantison, hanem Atlantis fennállása idejében az egész Földön, és hogy állítólag konkrétan Atlantis elpusztulása után születtek meg az éghajlati, igen, övek, illetve jegesedett el az északi és a déli pólus. Hát egyetlen... a földcsök, bocsánat, ez a földönészőgének a megváltozása jelentette, mert az... 23,5 fokos szögben vagyunk, és ezért vannak az évszakok, hogy attól, hogy ez... miképpen süt a nap, szó és szerint... akkor ez megváltozhatott. Ekkor és Atlantis akkor... elsüllyedése idején dőlt el a földforgás tengelye az ekliptika síkjához képest 23,5 fokkal. De a pólusok nem cserélődtek meg. Azok folyamatosan annak semmi köze, és az megcserélődhetek következmények nélkül is, ha csak a mágneses pólusról beszélünk. Na, egyetlen egy dolog, mielőtt itt belevágunk már képileg is, hogy beszélünk mi itt Atlantisról, meg sok minden összefüggésben Atlantisszal kapcsolatban. Csak gondolom a nézőkkel együtt, felteszem azt a naívnak tűnő kérdést, hogy az atlantisziak, az atlantiszi emberek milyenek lehettek? Hát ez egy fantasztikusan érdekes kérdés, és szerencsére van róla bőven adat, tehát a mítoszok eléggé szépen beszámolnak róla. Egyértelműen úgy tűnik, hogy ez egy előző emberiség. Egyértelműen úgy tűnik, hogy a külsejüket tekintve, tehát nézzük először, hogy vajon, ha most itt megállna előttünk egy Atlantis lakó, egy atlantiszi férfi vagy nő, hogy akkor hogyan néz neki? Hát, ez hát egyértelmű, hogy a mai Homo sapiens figuráját, úgy néz neki, mint Robi. Igen, Robi, mint tipikus atlantiszi ember, igen. Szóval minden esetre úgy néz neki, mint bármelyikünk, tehát végül is mondhatnám azt, hogyha a kedves néző belenéz a tükörbe, akkor nagyjából úgy néz neki, de hát azért vannak antropológiai jellegzetességek, azt minden mítosz mondja, hogy az atlantiszi ember az a fehér ember, tehát az európid ember, igen, volt, és azt is hozzáteszik, hogy azon belül, hogy az európid vagy az eurázsiai típus volt az atlantiszi embernek az antropológiai rassza vagy nagy típus, azon belül is Atlantiszon is törzsek voltak, nyelvek voltak, népek voltak, tehát magyarán nem egységes, nem volt ilyen, hogy egységes atlantiszi, különböző népek voltak, állítólag túlén szőkehajú, kékszemű, világos bőrű. Svédekről beszélünk. Így van, pontosan, elég sok bizonyíték van rá, hogy az úgynevezett indogermán típus, az a túlei, igen, ember, igen, tehát feltetőleg ők Észak-Atlantiszról, túléről származnak, míg azt mondják, hogy Dél-Atlantiszról a
mai mediterrán embertípus, illetve olyan kinézetű emberek éltek ott, mint az ókori egyiptomiak, az ókori sumerek, vagy az indusvölgyiek, vagy a krétaiak, vagy ad abszurdum, a turániak, a szkíták, a hunok, az avarok, a magyarok akkor is. Akkor már elmentünk Ázsiáig is. Tehát eljutunk Ázsiáig is, és úgy néz ki, hogy az atlantiszi lakosság többsége az ehhez a teljesen európai, európid arcú, de kreolos bőrű, sötéthajú, sötét szemű embertípushoz tartozott. Már bocs, csak közben megkoppant a mikrofonom. De igen, igen, tehát hogy csak hogy a nézők tudják, hogy igen. Mi koppant. A Gabi koppant. Elkezdett garázzálkod és levert, amit nagy koppanás. Minden esetre tehát lényeg, hogy az atlantisziak egy kreolbőrű, de európai típusú embert kell elképzelni, és ami fontos, ezt itt azért hangsúlyoznám, mert a gimnáziumi történelem órán azt, hogy hogyan nézett ki egy ókori egyiptomi, vagy hogy egyáltalán milyen raszba tartozott, milyen fajtájú ember volt egy ókori egyiptomi, azt nem szokták elmondani, ezért nekem is volt olyan ismerősöm, aki szabályszerűen megdöbbent, amikor én ártatlanul és naivan azt mondtam neki, hogy hát ugye tudod, hogy az egyiptomiak azok nyilván nem a ma élő ottani arab lakosság, hiszen hát ők arabok, és ők mindössze a Krisztus utáni 650-es években mentek oda be, és az illető megdöbbent, mert ő azt hitte, hogy a fáraók azok arab emberek voltak, és kiderült, hogy a gimnáziumi oktatásban ezt nem mondják, és az egyszeri emberek, a hallgatók azt hiszik, hogy például Kleopátra arab volt, vagy hogy a piramisukat a mai egyiptomi lakosság ősei emelték. És hogy tényleg ezt a félreértést eloszlassam, vagy hogy segítsek ebben, ezért így szeretném hangsúlyozni, hogy az ókori egyiptomiak antropológiailag abszolút nem a mai egyiptomi lakossággal azonosak, nem arabok, nem is berberek, tehát és sem nem, is nem a, és nem, tehát sem nem a sémi, sem nem a hámi típushoz tartoznak, hanem gyakorlatilag bizonyítottan az úgynevezett turáni vagy indoiráni típushoz, magyarán az ókori egyiptomiaknak több közük volt a szkítákhoz, rokonság szempontjából jóval több, mint mondjuk az arabokhoz. Hát meg hozzánk. Igen, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy igen, szoktak engem kérdezni erről, hogy mit szólok az egyiptomi magyar rokonsághoz, antropológiailag egyértelműen alátámasztható, ugyanahhoz a turáni szkíta néptörzshöz tartoznak, amelynek egy késői leszármazottai a maga a hunok, az avarok, illetve a magyarság is. De itt elég elkalandoztunk. Nem igazából baj. Tényleg az eredeti kérdés az arról szólt, hogy hogy nézett ki egy egyiptomi, és akkor végül is itt nem túlzok. Vagy egy atlantiszi, így van, nem is egy egyiptomi, hanem egy atlantiszi. És akkor itt tényleg nem túlzás azt mondani, hogy ha egy dél-atlantiszire gondolok, tehát nem egy túleire, akkor mondhatnám azt, hogy úgy nézett ki, mint egy magyar. Ha egy túlei emberre gondolok, akkor mondhatnám azt, hogy mint egy svéd, vagy egy norvég, vagy egy német. Gyakorlatilag. Erre még egyébként vércsoportvizsgálatokat is végeztek, tehát megvizsgálták azokat, hogy különböző népcsoportoknál a világ különböző pontjain, hol fordul elő a nullás vércsoport, a vércsoport, tehát erről is hihetetlen komoly következtetéseket levonni, ezzel sem foglalkoznak igazából az őt megillető helyen, mert ezzel sokkal jobban meg lehetne állapítani, hogy bizonyos népcsoportok honnan, hova, mikor jutottak el. A Bering-szorosról volt egyébként, például a Bering-szoros az egy kitüntetett helynek tekintették, és azt mondták, hogy ott valamiért egy olyan mikroklíma volt, hogy amikor a jégkorszak volt, akkor azon a területen több ezer évet át lehetett vészelni egyébként, mert különben szétfajtak volna, amit el volt jegesedve. Rengeteg olyan kérdés van, amit a történelemkönyvet tényszerűen kezelnek, leírják, hogy ez így van, és hogyha egy ember egy picikét veszi a fáradtságot, és remélem, hogy ez a műsor is segít ebben, akkor azt mondja, hogy hát ez sem így van. És akkor utána vagy nem egészen így van, és akkor jövünk mi, és akkor megpróbálunk valami fajta az igazsághoz talán egy picit, most mondhatjuk nagyképpen egy kicsit közelebb álló valamit elmondani, amelyben mi az alternatív dolgokat is beleveszünk. Mi szerint, kedves néző, dönts el, hogy most mit gondol erről. Csak mi elmondjuk, vagy de nem ilyen. Na ez a fontos, pont ezt a diámrében, hogy olvasson utána, hogy mi itt elmondunk valamit. Akkor ő azt fogadja fenntartásokat. Nézzen utána, de amikor meglát különböző szakembereknek 20. találmányát, akkor talán azt mondja, hogy ó, a fene egye meg. Hát ez egyáltalán is így volt. Tehát ezt nekem nem ezt tanították, nem ezt mondták. Tartsa fenn magában tényleg a kételkedés jogát, tehát nézzen utána annak is, amit mi mondunk, sőt, ad abszurdum, kételkedjen abban, amit mi mondunk, de kételkedjen abban is, amit az iskolában hallott. Pontosan. Tehát ez nem úgy megy a dolog, hogy azt a tekintélyel alapján el kell fogadni. Na, szóval akkor eljutottunk az első
összeállításig tessenek figyelni, és ezt csak azért mondom, mert ugye úgy egy picit szoktuk jelezni, hogy lesz kérdés ennek a műsornak a végén is. Tessék parancsolni! Ezen a dombtetőn az agyagos talaj mélyén egy olyan ősi civilizáció bizonyítékai rejtőznek, amelyek jóval megelőzték saját korukat. A régészek ezt minoszi civilizációnak nevezték el. A minósziak az építkezés mesterei voltak. Most egy 4000 éves utcán járok, amely feltehetően ennek a minoszi településnek a fő útvonala volt. Az utcát gyönyörűen kikövezték, a kőtáblákat kifejezetten ecélre vágták. A sziget tele van bonyolult építményekkel, hatalmas freskókkal borított ünnepi termekkel, szentélyekkel, melyekben valóban igen kifinomult élet zajlott. Platón Atlantisban óriási templomokról, szentélyekről beszélt, valamint egy gazdagon díszített palotáról is említést tett a központi szigeten. Vajon az ezen a görög szigeten fennmaradt minoszi építészet is ugyanezt tükrözi? A Knossoszi palotában vagyunk. Ez a minoszi civilizáció legfőbb helyszíne. Középpontjában ezzel a hatalmas palotaszerű építménnyel. Dr. Karl Knapet kutatásának középpontjában a titokzatos Knossoszi palota áll. Ez a megastruktúra kb. 10.000 négyzetkilométeren terül el. Ez az építmény hihetetlen tervezést követelt meg, hogy a kövek eljussanak a kőfejtőből, hogy az ügyeskezű kőfaragók megmunkálják őket, hogy létrehozhassák ezeket az egyenes vonalakat, és a sok egyéb különböző formát. Mindez rendkívül nehéz lehetett. Lehetséges, hogy a minosziak valójában a Plató meséjében szereplő atlantisziak? Az máig rejtély, hogy ezek a nagy tudású építőmesterek valójában hogyan nevezték magukat. A minoszi ugyanis egy modern, a 20. században keletkezett elnevezés. Kréta bronzkori lakóit mi minosziaknak hívjuk, de ők bizonyára nem így nevezték magukat. Ez az elnevezés Kréta legendás és mítikus uralkodójához, Minosz királyhoz kapcsolódik. A Minoszból jön tehát a minoszi elnevezés. Arthur Evans régész, aki az 1900-as években végzett itt ásatásokat, ezt a helyet Minosz palotájának nevezte, rejtélyes építőinek pedig a minoszi nevet adta. Az ókori világ elé lélegzetelállító maradványai között járva azonban könnyen elképzelhetjük, hogy a minosziak más néven emlegették városukat, és ez a név az Atlantis lehetett. Tényleg elképzelhető, hogy az általunk minoszinak nevezett nép valójában a rég elveszett Atlantis népe volt. Közben itt beszélgettünk, hogy ennek a műsornak, pontosabban a film részleteknek az alkotói sem tudnak mindig mindent, de hát ők is megpróbálják körüljárni. De itt azért feltűnt valami, hogy most akkor minoszról van szó, a minosziakról, és akkor lehet, hogy az ott élőek lehet, hogy atlantisziak voltak. Igen, mert hát, hogyha belegondolunk, akkor ezek ugye önkényes névadások, tehát a minosziakat ugye mi neveztük el minosziaknak, tehát ők azt nem tudjuk, hogy ők hogyan. Hogy hívták őket. Igen, ez egy jó nem kérdés, is hogy dőlőre. Igen, hogy egyáltalán vajon ők maguk hogyan hívták magukat, tehát ez tényleg, mert ugye Minosz királyról, Kréta királyáról nevezték el őket, aki ugye legenda szerint a Knossoszi labirintusnak volt az építetője, és ugye a Minotaurosnak ő ugye rejtette el ez a bizonyos, igen, mert az ő felesége lépett félre állítólag bikával, és ugye így született ez a félig bika, félig emberszerű szörnyetek, ugye, akit az ismert mítosz szerint Tézeusz, az aténi hős győzött le. Minden esetre az nagyon is elképzelhető, hogy ez a minoszi civilizáció valójában atlantiszi. Elég sok párhuzam van a minoszi kultúra, és akár az egyiptomiak, akár az inkák, akár a maják között. Tehát nagyon is elképzelhető, hogy ezt ismét csak atlantiszi menekültek, vagy túlélők alapíthatták. De ez nagyon jó, hogy szóba hoztad a Minotauruszt, mert valamelyik adásban mi már beszéltünk arról, hogy vajon milyen lények népesíthették be annak idején a Földet, és még emlékszem, hogy említettem én is ezt a Minotauruszt, meg mindenféle ilyen vegyes dolgokat. Kriptozoológia. Igen, óriási, de te a Sellőnél leragadtál, én azt tudom. És tehát ott a legszimpatikusabb. A Sellőkről beszélünk. Hát legcsinosabb verzió. Legcsinosabb, hát most de ha lehet változni egy Sellő és egy Minotaurus között, akkor... Na igen, de akkor is valami azt próbáltuk feszegetni, és te most maradj a Sellőknél, én meg fordulok Diához. Szóval mítosz. Mert itt sok minden előfordult, és erre azt mondják, hogy ugyan a mesevilág jön a kis hablány, meg nem tudom micsoda. De
valamiféle, most szándékosan nem azt mondom, hogy valóság alapja, de valamiféle alapja lehetette annak, hogy a mítoszokban, legendákban ilyesfajta lények fordulnak elő, vagy akár kentaur, hát szóval ezt is mondhatom. Én azt mondom, hogy manapság, amikor a klónozás már gyakorlatilag a mindennapokhoz tartozik, vagy hozzátartozik, és amikor már tényleg beszélnek arról, hogy a humanoid lények klónozása, illetve ad abszurdum most már szinte csak morális törvények, vagy erkölcsi gátak, vagy szabályok akadályozzák meg azt, hogy például ember-állatgének ötvözésére ne kerülessen sor. Tehát amikor a tudományunk elérkezett ide, hogy a géntechnológiánk lassan lehetővé tenni emberi és állati gének ötvözését, akkor miért ne feltételezhetnénk azt, hogy az emberiség ehhez a tudásnívóhoz már eljutott akár egy korábbi civilizáció idején, és sajnos, azt kell mondjam, hogy sajnos, de most is lehet látni, hogy ugye viaskodik egymással a morál, az erkölcsi szabály, hogy talán ezt mégsem kellene, illetve a profit érdek, gondolok itt a GMO, tehát akár például a génmanipulált élelmiszerek kérdésköréhez, és nagyon sok pesszimista jóslat azt mondja, hogy előbb-utóbb akármit csinálunk, akkor is meg fognak születni ezek a keveréklények, mert hogyha ez valamilyen profit érdeknek jó, akkor nincs az erkölcsösködés, ami ennek gátat szabhatna. Miért ne lehetett volna az, vagy miért ne történhetett volna az, hogy ezt visszavetítjük egy korábbi emberiség idejébe, hogy akkor is megtörtént mindez. Na most azért is kérdeztem én ezt. Elszabadult a pokol, és tulajdonképpen egy ilyen genetikai forradalom történt. Na most azért is figyeltem különösképpen arra, amit mondtál, mert most nehogy azt higgyék a nézők, hogy itt Frankensteinről van szó, meg egyáltalán, hanem... Dr. Móró sziget. Azért mondom, hogy nem erre gondolunk, és legalábbis én nem erre gondoltam, de amikor napirenden van már az, és amikor mondtad itt, hogy morális kérdés, hogy ember, állat, stb. De hát nagyon sokszor szóba kerül az, hogy például egy embernek úgy megmenteni az életét, hogy valamely részét, nem tudom, kívül, belül, egy állati eredetűvel helyettesítik. Most nem azt mondom, hogy a szívátültetésnél berakják egy sertésnek a szívét. Berakják. De berakják. Hogy már vannak ilyen dolgok, akkor ez most... Gondoljunk bele, hogyha már eljutottunk idáig, hogy életmentés céljából ezt megteszik, akkor hol a határ, hogy eljussunk odáig, hogy például miért ne építhetnének be előbb-utóbb mondjuk olyan célból, akár mondjuk ad abszurdum hadi célokból, katonai célokból, hogy szuperembereket, iszonyatosan erős, legyőzhetetlen harcosokat hozzanak létre. Ugye? Igen. Bocsa, pontosan így van, el is tudom képzelni. Az a borzasztó, hogy rengeteg sok ilyen kísérlet van, de egyébként most már ott tartanak, genetikai is ott tartanak, hogy különböző jelzett ősejtekből ki lehet tenyészteni, bizonyos szerveket lehet létrehozni. Tehát ott a kapujában állunk, hogy néhány éven belül bármifajta komoly belső szervet, egy májat, egy tüdőt, bármit étel, sőt, ennél messze meg van az úgynevezett 3D nyomtatása. A 3D nyomtatása szerveket, csontokat, műfület csinálnak, tehát ilyeneket ki lehet nyomtatni, tehát most már ideig jutottunk el. Ezen kívül mennek azok a különböző kísérletek, hogy megpróbálják genetikailag úgy átalakítani sajnos éppen a katonákat, hogy mondod, vagy ehhez még egyelőre felhasználnak olyan eszközöket, hogy ilyen szkeleton, mint egy ilyen csontfáz lenne rajta, tehát olyan eszközöket, amivel majdnem úgy azt mondanám, hogy egy terminátor képességű valakivel hoznak létre, azon kívül most láttam éppen, hogy mit a golyóálló páncél van rajta, tehát hihetetlen módon fejlődik, de hogy visszautalva, hogy ne könyörüljünk el ennyire, amit a Dél mondott, hogy mindig kiderül, amikor ebbe a műsorban, akkor beszélgettünk, hogy minden összefügg, de mindig visszajutunk oda, hogy eljutottunk megint odáig, hogy mi több műsorban foglalkoztunk, mert pont az ezelőtt két héttel volt a Vénusz projekttel foglalkoztunk, és ott pont arról volt szó, hogy az emberiségnek meg kéne, te mondtad éppen, hogy milyen naív ez a bizonyosság freszkó, és hogy meg kéne változtatni ezt a világot, és most megint visszajutottunk oda, hogy most megint ezzel a problémával nézünk szembe, amivel úgy tűnik, hogy egyszer már annak a fejlett világnak, annak az előző emberiségnek szembe kellett néznie, és sajnos az az emberiség sem tudott megküzdeni ezzel, és azért tűnik most szörnyűnek, hogy úgy néz ki, hogy
mai ismét. Igen, ugyanaz elé a kihívás elé került a mostani civilizációnk napjainkban, amivel ezek szerint akkor már egy előző emberiség szembesült, és felmerül a kérdés, hogy most belegondolunk, hogy ha a mostani géntechnológia még fejlődne, és rossz kezekbe kerülne, visszaélnének igen. vele, tegyük fel hadi célokra szörnyembereket, mutánsokat, bika embert, tigris embert, különböző, akár állati izomzattal ötvözött, sebezhetetlen harcosokat, kísértett katonákat, különböző borzalmas ötletek vannak már, hogy miért ne képzelhetnénk el, hogy egy előző emberiségnél ugyanúgy kísértésbe estek, rossz kezekbe került a technológia, és esetleg rivális birodalmak, hopik, visszautalok, Atlantis és Mu háborúja, mert pont a hopi indiánok azt mondják, hogy és az atlantiszi mágusok, a Mu-beli mágusok legyőzésére szörnyembereket, keveréklényeket teremtettek, és ráküldték a Mu-beli hadseregre. Ekkor a Mu-beli mágusok szintén válaszul, azt hiszem az egyik, ha jól emlékszem, tigris embereket, vagy párduc embereket, a másik bika embereket, és akkor ez a két szörnysereg összecsapott, és lemészárolták egymást, és ez csak egy mítosz, mert tele van az emberi mitológia kincs ilyen hagyományokkal, hogy különböző rivális csoportok szörnyeket teremtenek és egymásra uszítják. Mi ez, ha nem egy genetikai háború leírása? Hát igen, na most itt a két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy egyrészt állatokat felhasználni hadi célokra. Tudjuk jól, a delfinekkel is ezt megcsinálták, és most nem erre akarok kilukadni. A másik, hogy amit mondhat, hogy golyóálló mellény. Például, hát azt hiszem éppen múltkor volt szó Achilleusról. Hát ugye beletették. Így van, a Styx folyóba. És sebezhetetlen volt, csak ugye csak a sarka volt sebezhető, Achilleus sarok. Rá is fázott minden. Na de akkor most nagyon erőszakos dolog az, hogy ők már valamit tudtak, hogy tudják ilyen értelemben sebezhetetlenné tenni az emberi testet. Ez egy nagyon jó meglátás, ugyanis itt például egy kelta hagyományra utalnék, ahol egyértelműen azt mondják, hogy Avalon szigetén, ami nekik Atlantis, az első igen. nyugati sziget, létrehozták a sebezhetetlen harcosok klánját, amiben halhatatlan katonák tartoztak. Berserkerek, igen, jól mondod, a berserkirek vagy berserkerek, így van, a germán mitológia is tökéletesen ír róluk, Tacitus Germania című művében a berserkir nevű harcosokról ír, és ő azt mondja, már pedig a Tacitus ír róla, most gondoljunk bele, hogy egy római történetíró, őt elég nehéz azzal vádolni, hogy fantáziál vagy meséket talál ki, mert hogyha Tacitus tökéletesen leírja a frankok, a bajorok, az egyéb germán törzsek szervezetét, működését, népeit, már pedig ezek létező népek, akkor miért kételkednénk abban, hogy ne lenne igaz az, hogy azt mondja, hogy a germán hadseregnek a részét képezték a berserkir katonák, akik tulajdonképpen emberi katonákból alakították őket át egy ismeretlen mágiával. Igen. Klónozás, géntechnológia, spontán, valamilyen akaratlagos vagy tudati úton történő DNS módosítás, és olyanná alakultak, hogy emberi jellegeiket szinte teljesen elveszítették, külsőre ugyanolyanok maradtak, mint egy ember, tehát emberi jellegű vagy emberi kinézetűek, iszonyatosan magasak lettek, csupa izom, tényleg úgy néztek ki, mint egy Terminátor, vagy mint egy Superman, és azt mondják, hogy ha csatába bevetették őket, ott az ellenség sorában kőkövön nem maradt, mert ezek a katonák nem éreztek fájdalmat. Ebből véreztek, és csak ment tovább, megölni nem lehetett. Azt mondják, és ez egy borzalmas belegondolni, hogyha levágták valamilyen testrészüket, ugyanúgy mentek tovább. Igen. Sebezhetetlenek voltak a szószoros értelmében véve, amíg darabokra nem vágták őket, addig gyakorlatilag nem lehetett őket megállítani. Ez az úgynevezett berserkír, és itt felmerül a kérdés, hogy a Tacitus ezt a történeti korban leírja, hogy egy ismeretlen mágiával létre lehet ilyet hozni, igen. és amikor most tudunk arról, hogy a szuperkatona létrehozásáról kísérletek folynak, akkor itt megkérdezem provokatíve, hogy vajon ezek után kitalál dolgok-e, mesebeszédek-e a mítoszok?
Hát ezért is hoztam én szóba, hogy mondjad. Bocsánat, hogy amit a Dia mondott, hogy azért eljutottunk odáig, hogy annó, amikor elkezdtünk még Platonnal, akkor a Platona Atlantiszában gyakorlatilag ő egy olyan világot írt le alapból, amely nagyon hasonlított a korai társadalmakra. Tehát ott nem szerepeltek ezek a lények, később jelentek meg ezek a lények, és akkor most eljutottunk odáig, hogy feltételezzük, hogy ez egy teljesen előző civilizáció volt, ami lényegesen fejlettebb volt. Tehát olyan, használhatom azt a kifejezést, hogy 21. századi vagy 25. századi technológiákat használt, hiszen van egyébként egy picit olyan elmélet, hogy olyan fegyvereket, Edgard Cayce például azt mondta, hogy olyan halásugarat hoztak létre, ami elpusztította magát a sziget. Tehát, hogy ők eleve olyan technológiákkal kísérleteztek, amelyek még talán még most napjainkban sem léteznek. És ez az én számomra felveti természetesen egy földön kívüli kapcsolatnak a lehetőségét is, igen, mert nem valószínű, hogy a földön magába esetleg külső segítség nélkül, bár ez most egy privát vélemény, hogy alakulhatott volna ki, hanem ehhez kellett egy külső segítség. Tehát ide jöhetett egy olyan földön kívüli faj, akinek az egyedéje jutottak oda, átadták azt a tudást, majd ők a saját erejükből elkezdték ezt a saját szintjükön fejleszteni, és utána eljutottak egy nagyon-nagyon-nagyon magas szintre, és ezen a nagyon magas szinten, amikor már hihetetlen fejlettek volna, akkor következett be ez az összeomlás. Ez lehetett valóban természeti katasztrófa, illetve lehetett valami fajta olyan technikai általuk kifejlesztett, vagy esetleg csak használt technikai eszköz, mert nem voltak tisztában a következményeivel, amely elpusztította az egész szigetet. Ez lehetett volna egy hangfegyver, ami a rezgésével leomlasztja a hegyeket, vagy bármifajta olyan. Tehát millió, az a borzasztó, hogy az emberi elme hihetetlenül nagy teljesítményre képes, amikor pusztítani. Ja. Tehát, akkor építeni, az építés ennyit használnak, tehát ha pusztító, gyilkoló eszközöket kell használni, akkor minden kreativitását bevetni. És itt bármilyen eszközöket kitalálhattak. Te mondod, hogy valamiféle földön kívüli kapcsolat, és akkor, mint ahogy a múltkor beszéltünk arról, ugye, hogy a magyarok és az atlantisziak, és akkor említetted aranyatyácskát, meg egyáltalán, hogy nálunk mi van, meg az égigérő fa, most arról nem beszéltünk, hanem, de hogy jönnek, valahonnan jön a segítség. Most nem jutott eszembe más, mint Csaba királyfi a hadak útján. Valahonnan jön a segítség. Az égből. Igen. Én is valószínűnek Föntről. Tartom, hogy az atlantiszi civilizáció valamilyen kozmikus ihletésre vagy segítséggel jött létre. Maguk a legendák is ezt mondják. Tehát ők se úgy mondják, hogy akkor az atlantiszi ember a majomból kifejlődve csak úgy elérte ezt a színvonalat, hanem azt mondja, hogy az égből léghajókon, repülő szekereken, csillogó, villámló, mennydörgő repülőjárműveken istenek és istennők érkeztek le a mennyekből, és vagy ők teremtették meg a nyugati szigeten az embert, vagy pedig ők maguk szaporodtak el ott. Jó, Terminátort befejeztük, de mindig szóba hozzuk, Ezékiel, nézzék meg a Bibliát, ott is nagyon szépen leírták, hogy hogy jönnek, vagy hogy néznek ki ezek a mai szó, vagy robotok. Ez egy más ügy, tudom, csak ez de nem, csak ez például, de az a félelmetesebb, hogy még egyszer, hogy mennyi következtetés van ebből. Tehát a Dia elmondta ezt az apróságot, hogy lehet, hogy ők jöttek ide, aha, és ők népestették be ezt az egészet. És na ez már megint azt feltételezi, hogy itt, ha csak veszük a saját kis tejútrendszerünket, akkor valami fajta volt, valami ősi, valami fajta faj, aminek nagyon hasonlítottak, mert ha olyanok voltak, mint mi, akkor a genetikai állományoknak olyanok kellene, akkor lehetett csak keveredni, vagy mert hogy más népekkel is kapcsolatban előttek és szaporodni. Tehát ez azt feltételezi, hogy akik ide jöttek, azok nem olyanok, mint a mostani UFO-s történetben szereplő, hogy kis szürkéről, nagyon magas szürkéről, vagy szaurőrszerű lényről van szó, hanem ember. Ahogy a Dia a múlt adásban nagyon plasztikusan megfogalmazta, vagy most az elején, bocsánat, belenézel a tükörbe, na, és olyan vagy, te is lehetnél éppen. Igen, és általában amúgy is humanoidnak mutatják az isteneket, aha, tehát a sumer mitológiában ennyi, is ennyi, mutatják nem kell emberek. Sumer, nem kell semmi, menjünk de. A Olimposzra, és lejönnek az istenek. Így van, és szépen Zeus a földi és Héra lányokkal, ugyanúgy néz ki, mint kész. Mi, tudnak keveredni. Na, én közben nézem az időt is azért, mert tudom, hogy el tudunk beszélgetni. És az időt és az időt tudom, és igen, az idő és rohan. Igen, pedig egy nagyon érdekes kérdést feszegetett itt a Robi, mégpedig hát, az, hogy hogyan, vajon milyen, mi volt az a csúcs technológia, vagy az a gépezet, vagy az a módszer, ami miatt Atlantis elpusztult. Például egy indiai hagyomány azt mondja, hogy nem geológiai katasztrófa volt a Fehér sziget, ők így hívják a nyugati sziget elsüllyedése, hanem ők azt mondják, hogy egy olyan hadi célokra kifejlesztettek egy módszert, így mondja, hogy titkos kapukat nyitottak meg, féreglyukakat, téridőkapukat, csillagkapukat, és azt mondja, hogy onnan megidéztek
egy az idő mögött lakó démont, tessék, valamilyen energiát, és az elszabadult, elvesztették fölöttük az atlantiszi mágusok a kontrollt, és az egész világ tulajdonképpen annyira tombolt ez a démon, hogy Atlantis darabokra töredezett, és az egész bolygó átrendeződött. És most a démont átvitt értelembe is bármire tudjuk energia. Értelme. Energia, ez nem persze. Feltétlenül egy lény, ez nem feltétlenül egy személy. Mondhatjuk azt, hogy a démon alatt, egyébként is a görög daimon szó az inkább erőt jelent, sem mint lény. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy valamilyen számukra jelenleg még ismeretlen energiát szabadítottak el az atlantiszi tudósok. Na, menjünk tovább, Leginkább arról beszélgettünk itt az adásokban, hogy Atlantis elsüllyedt, meg víz alatt van, de hát arról is szó volt, hogy nem biztos, hogy víz alatt van, hanem máshol találják meg, tessék. A modern geológia kimutatta, hogy még a leghatalmasabb természeti kataklizma sem süllyeszthet el egy szigetet egyetlen éjszaka alatt, és egy kontinens méretű földdarab sosem süllyedt a tengerbe. Sokan keresték Atlantis elsüllyedt földjét a tenger alatt, de a geológusok bebizonyították, hogy Platón leírása Atlantis bizarr eltűnéséről nem lehet pontos. Aztán új elmélet született Atlantisról, egy elképzelés, amely felboríthatja eddigi ismereteinket az ősi világról. Az új ötlet úgy szól, hogy amikor Platón az eltűnt városról mesélt nekünk, egy több ezer mérföldre lévő helyről beszélt az Atlanti-óceán másik felén. Egy figyelemreméltó felfedezés Bolíviában alátámasztani látszik az elképzelést, amelyről azt hitték, a képzelet birodalmához tartozik, miszerint Atlantis Amerika óriási kiterjedésű földjén terül el. Sok ezer méterre a tengerszinttől a bolíviai fennség vadonjában rejtélyes romok fekszenek. Lehetséges, hogy ezek Atlantis legendás városának falai. Mi köze lehet Tivanaku letűnt civilizációjának Platón híres meséjéhez? Mint tudjuk, Atlantis egy rendkívüli méretű, magasan fekvő síkságon terült el. Tivanaku a bolíviai fennsíkon fekszik egy hatalmas tájon az Andok hegyei közt, amely nagy mértékben különbözik a földközi tenger környékétől. A fennsík ma viszonylag szegény mezőgazdasági vidék, de Tivanaku gazdálkodóinak volt egy különleges rendszerük, amellyel meg tudták tízszerezni a talaj termékenységét. Tehát akár csak Atlantis esetében rendelkezésre állt az élelem fölösleg, amely lehetővé tette, hogy a gazdaság fellendüljön és eltartson egy nagy várost. Ez a templom csupán egy épület a nyüzsgő központból, ahol királyi paloták, városi kertek és kézműves műhelyek terültek el. És újabb igazoló adatként a város belső magját az uralkodó elit számára tartották fenn. Már megszokhatták a kedves nézők, hogy Robi mindig hivatkozik arra, hogy szerencsére nagyon sok felé jártál a világban, itt nem voltál véletlenül? Nem, a legszörnyűbb 40 kilométerre voltam tőle, és annyira sietett a csoport, hogy nem jutottunk el, el lehetett volna menni kocsival, és az életem egyik nagy bánata. Ott volt kirakva hatalmas a táblák, hogy ide el lehet menni, ott volt a napkapu, mindent megnézhetünk volna, és nem jutottunk el. Sajnos. Na most... Nagyon sok erre sikerült, de ide nem. Na jó, hát ez még van idő. Atlantis kimarad, de nem. Oda nem megyek vissza még egyszer. Csak hogyha oda születek meg. Na, szóval a másik, hogy nem véletlenül mondtam én az előbb, legalábbis számomra hangsúlyosan, hogy tényleg tegyük már tisztába, hogy nem csak arról van szó, hogy elsüllyedt ez a sziget, vagy Atlantis,
Hát akkor hogy megtalálják? De mondom, hát, amit mondtunk, hát ez minden jelenleg általunk ismert ilyen geológiai elméletet felülírna, hogyha azt mondjuk, hogy ez a 3800 méter magasságban levő síkterület, amire a múlt adásban szerintést tettünk, ott van a Titicaca-tó, meg a Po-o-po-i-tó, két ó van benne, Po-o-po, három darab ó van benne, Po-o-po-i-tó. Na, hogy annak partján, tehát hogy ott tengeri kikötőt építettek, most 3800 méter magasban nem sűrűn fordul elő általában normál esetben. Hát tehát ez azt jelenti, hogy ez kiemelkedett, és amit mondom, a múlt adásban is említettem, ha valami képes, olyan erők működtek ott és akkor, és vegyük azt, hogy ez Atlantis az ilyen, hát az egyik szerint 11, a másik inkább 25.000 évvel ezelőtt. Igen, a 25, igen, a 25, a, tehát van egy, mondjuk az a reálisabb. Tehát ugye akkor olyan, Gabi, akkor olyan folyamatok zajlottak, hogy képesek voltak a földköpén úgy földgyűrődni, hát gyakorlatilag akkor majdnem, hogy az egész kontinensnek, a dél-amerikai, most amit úgy ismerünk, hogy dél-amerikai, föl kellett a középső részének gyűrődni, és ez nem 100 millió évvel ezelőtt, vagy 20, hanem alkalmasan csak 25.000 évvel ezelőtt történt, akkor megint csak újra kéne gondolni, hogy ilyen folyamatok egyébként máshol is lezajlódhattak, és akkor a Földnek az arca egészen másképpen. Na de miért vitatják most ezt, amikor azt már általános iskolában megtanítják földrajzórán, hogy a hegységek hogy képzel, akár igen, a Kárpátok, akár a... Igen, de ott millió évekről beszélnek. Igen, de hogy egyáltalán a gyűrődések lehetnek. Ez miért nem lehet? De nem, itt az időről van szó, tehát megint az időről, az idő tényező, tehát így, mint amit az előző adásban említettük, azt a József nevű kedves nézőnknek a Hollandiából, hogy akkor is azt mondta, hogy idő, hogy azt mondta, hogy nem kellett annak a kontinensnek arra, hogy 2000 kilométert megtegyen, nem kellett 10 millió év, hanem csak 10.000 év kellett hozzá, és akkor ez újraírná az egészet, az elképzelésünket, hogy valóban lehetséges-e, igen, ő szerinte igen, és csiszolgatja kis elméletét, hogy bizonyítsa, hogy ez valóban így megtörtént. Most már a vizeket említetted, meg a tavakat, meg a Titicacát. Így áll egy kis vizet. Egészségetekre, mi pedig addig elmegyünk ismét a víz alá. Mit ért a tó, mit rejt, és nem csak a tenger és az óceán. Íme. A Titicaca tó, amely olyan jelentőséggel bírt a Tivanaku birodalom idejében, a világ egyik legmélyebb tava, és nagy része felderítetlen. A búvárok azonban a Tivanaku korból származó leleteket fedeztek fel, köztük kődobozokat az isteneknek szánt ajándékokkal. A Tivanakuiak dobták be ezeket, mert úgy hitték, az élet a tóból ered. Talán több ez egyszerű vallási mítosznál. Talán egy történet arról, hogyan süllyedt el egy korábbi kultúra. Lehetséges, hogy a Titicaca-tó tükre alatt fekszik Atlantis eltűnt városa. Van rá okunk, hogy arról álmodjunk, ott terül el valahol és arra vár, hogy felfedezzék. Sokak szerint Atlantis csupán egy álom. És épp ez az oka, hogy az elveszett civilizációkról, legendás birodalmakról szóló történetek akkora visszhangot vernek, bár a létükre nincs bizonyíték. Ha így van, ez egyike az emberiség leghatalmasabb álmainak. Atlantis kutatása sohasem ér véget, mert Atlantis bennünk van. Mindenki egy ideális helyről álmodik. Mindenki álmodik a paradicsomról, és ez maga Atlantis. De ha csupán álom is, Atlantis története elég valóságosnak tűnik ahhoz, hogy folytassuk a kutatást abban a reményben, hogy egy napon rátalálunk. Szóval túl egyszerű azt mondani, hogy Atlantis bennünk van. Nem, hogy Atlantis bennünk van. Hát, ha, amit a Dia mondott, hogyha esetleg úgy alakult az egész földnevű bolygónak a történet, hogy ide jött egy idegen faj, és az a variáció volt, amit a Dia itt említett, hogy na, ők az őseink igazából, akkor mindannyian lehetnénk. Tehát, hogy, és hogy arra is szó volt, ugyebár, hogy annak a bizonyos sziget több részből állt, különböző népek, tehát az nem volt egységes, hiába volt földön kívülről, lehet, hogy pontosan azért, mert hogy a keveredtek
az ott élő emberekkel, vagy más népeknek a lényével, és éppen azért alakultak különböző típusok, tehát éppen lehetne, hogy bennünk van, de igazából ez az Atlantis bennünk van, ez inkább azt a mítikus tudás, annak az aranykornak az üzenetét, annak a régi világnak, annak a világnak a boldogok, milyen szigete van? Boldogok szigete. Tehát az a boldogok szigete, akiknél azok a problémák, amik, és most azt hiszem, hogy nem tupátos, azt mondom, hogy megnyomorítják a mostani életünket, megnyomorítják, azokat egyszerűen ismeretlenek voltak, és addig ők is nagyon boldogok voltak. Amikor ez fölhigult, és átvették azokat a dolgokat, amiket mi most minden nap itt látunk magunk körül, abban a pedig el is pusztult. Na de kialakulóban van az új világrend. Igen, hát az még rátesz egy kicsikét, az még erősegít annak, hogy nem kell magunktól kipusztulni, majd ők kipusztítanak. Mert erről beszéltünk régebben. És a mítoszokban úgy néz ki, hogy tulajdonképpen az, amit most az új világrend művel, vagy amit neki lehet tulajdonítani, ezek az erők, vagy ezek a törekvések már Atlantis idején is fenn voltak, vagy megvoltak. Nagyon érdekes egyébként, hogy tényleg Atlantis a romlatlan aranykor jelképe. A hagyományok azt mondják, hogy valóban Atlantisnak egy korai időszakában egy tökéletesen igazságos társadalom, végtelen boldogság, ismeretlenek voltak a betegségek, nem volt gyűlölet, nem volt erőszak. Tehát az ember, azt kell mondjam, hogy egy olyan ideális állapotban élt Atlantison, ami már azt mondanánk, és ez nem véletlen, hogy így mondják a mítoszok is, hogy Atlantis egy tündérország volt. Igen ám, csak ez a tündérországi állapot, ez az édeni Atlantis, ez ott is elkezdett egyre inkább, ha lehet így mondani, romlani, társadalmiasulni, és gyönyörűen leírja Platón, hogy megjelentek a hierarchiák, megjelentek a királyok, akkor már nem volt egy igazságos társadalom, urak és szolgák lettek, megjelent a magántulajdon, megjelent az elnyomás, innentől kezdve pedig már a gépek is megjelentek, már a technológia is elkezdett bonyolódni. Még egy dolog, hogy ez egy picikét szó volt róla, éppen Nia említette valahogy, valamiféleképpen mikor mondtad, hogy a nyelvtudomány, meg az összehasonlító nyelvtudomány, szóval azt azért nem kell annyira komolyan venni. Nem biztos, hogy így mondtad, de körülbelül ez volt az értelme. Hát most, hogyha itt arról beszélünk, hogy egy ilyen idealizált társadalomban mindenkinek minden nagyon jó, akkor ők vajon egy nyelven beszéltek? A mítoszok azt mondják, hogy igen. Igen, igen, még a Bibliában is ugye megvan az a kép, hogy Bábel tornya előtt igen. Az egész világnak, az egész földnek egy nyelve volt, és ez megint csak nem csak a Bibliában található meg. Itt utalok ismét az egyiptomi, ismét a kelta egyéb mitológiákra, mindenhol azt mondják, hogy az emberiségnek az aranykorban egységes volt a nyelve, és hogy tulajdonképpen a különböző nyelvek megjelenése az már Atlantis romlásával, züllésével függ össze, illetve elsüllyedésével és a szétvándorlással. Szétvándoroltak az atlantisziak, és éppen ezért jelentek meg a különböző dialektusok, nyelvjárások, népek, bár azt is hozzáteszik, hogy Atlantis végnapjaiban már magán a kontinensen is különböző népek, különböző törzsek és különböző nyelvek voltak, de ez már szerintük egy dekadens állapot, egy romlott állapot volt. Persze én ezt azért kérdezem, mert manapság az utóbbi időben, években nagyon sokat lehet hallani, olvasni arról, hogy nyelvek eltűnnek. Szóval van nagyon sok, több ezer nyelv a világon, de állítólag százával tűnnek el, és nem csak azért, pontosabban nem azért, mert az a fajta népcsoport, amelyik azt a nyelvet beszéli, ami a sajátja, hanem egyszerűen, most nem azt mondom, hogy az egész világ angolul beszél, mert lassan már oda jutunk, de eltűnnek nyelvek. Most megint megyünk az egységes nyelv felé. Ez nagyon elképzelhető, nagyon is. Voltak mesterséges nyelvek. Na jó, hát most nem az eszperantóra gondolok. De egyébként, bocsánat, a nyelvészet egyébként az egy nagyon nagy probléma, az körülbelül ugyanolyan, mint a régészet. Hogyha valaki megpróbálja bezonyítani nyelvészetben, és ha valakinek magyar, azt mondják itt Magyarországon, hogy a magyar az egy ragozó nyelv, igen. Akkor itt ezer emberből, hát most már azt mondom, hogy ezernek fogalmas, és életében először fogja hallani ezt a kifejezést, és nem is fogja tudni összehasonlítani, és ha be akarjuk bizonyítani, például csak egy kis utalás, hogy ez hogy nézett ki, és miért volt a magyar nyelv, miért tartozik az ősi nyelvek közé, ez jutott eszembe, akkor zsákutcába menjünk bele, mert senki nem tud semmit, a hivatalos nyelvésztudomány elutasítja az egészet. Ugyanígy járunk a régészetnél, ha azt mondjuk a régészetnél, hogy vannak erre bizonyítékok, így nézhetett ki, ilyen is ilyen nyomai vannak, akkor ők azt mondják, hogy
Nem, és onnantól kezdve a téma lezárva, és hivatalosan senki az égegyvágon nem foglalkozik vele, pedig ehhez, hogy ezeknek a dolgoknak utána járjunk, milliókra, százmilliókra kellene szükség, dollárba, azért, hogy megcsináljuk, és nagyon-nagyon sok ilyen dolog van még a világon, amit méltánytalanul háttérbe szorítunk, és akadályozza a fejlődést. Na most, és komolyan kellene venni a mutatókat, tehát egy nagyon nagy baj, mindig eljutunk ide, valóban így van, ahogy mondod, hogy a hivatalos nyelvészet tagadja, hogy létezett volna egy ős nyelv, és azt mondja, hogy az egyes nyelvek ilyen mozaikszerűen egymástól függetlenül alakultak ki. A hivatalos régészet tagadja, hogy létezett volna egy vagy több szupercivilizáció, és azt mondja, hogy az egyes őskori kultúrák egymástól függetlenül véletlenszerűen alakultak ki. Csak hogy a mitológia homlokegyenest mást mond, a tudományunk tulajdonképpen csak azáltal tudja tartani ezeket az elméleteiket, hogy semmibe veszik, negligálják a mítoszokat, lekezelik, hogy ugyan már azok kis csacska mesék, de csak azért, mert a mítoszok egészen mást mondanak, mint ők. Persze. És akkor ilyen módon ugye attól tartanak, hogy a mítoszok cáfolják például a darwinizmust, illetve a nyelvek és kultúrák véletlenszerű keletkezését, mert szemben velük a mítoszok egységesen azt állítják, hogy igen, volt egy szupercivilizáció, egy vagy több, különböző ma már nem létező kontinenseken, igen, az emberiség nem az állatvilágból jelent meg, hanem kozmikus eredete van, igen, több emberiség volt már ezen a bolygón, és a Homo sapiens nem csak 150 ezer éve létezik ezen a Földön, hanem több milliárd éve. Igen, na most a múltkori adásra visszatérve, elkezdtük Atlantiszt, Atlantisz legendáját, egyáltalán mikortól és mit tudunk róla, akkor most talán úgy zárul be a kör, hogyha azt mutatjuk meg a magunk sajátos eszközeivel, nem mi találtuk ki, mondják, hogy Atlantisz újjászülethet, vagy újjászületik? Íme. Edgar Cayce. Állítólag transzba esve meg tudta jósolni a jövőt. Követői szerint szinte sosem tévedett. Cayce több mint 700-szor említette Atlantisz városát. Az egyikben megjósolta a pontos dátumot, amikor megtalálják. Atlantisz kincsei újra a felszínre jönnek. 68-ban vagy 69-ben. Már nincs olyan messze. A Bahamák. Aztán 1968-ban a biológus J. Manson Valentine a Bahamákon búvárkodott, amikor felfedezett egy hatalmas, látszólag ember által épített szerkezetet. A Bimini utat. Sokan azt hitték, végre megtalálták Atlantiszt. A vezető tudós azt állítja, Atlantisz elveszett romjaira bukkant. Igen, ez azért fantasztikusak ezek a jóslatok, ugye itt Cayce-t hallhattuk többek között, illetve hát igen, egyéb médiumok is beszéltek arról a 20. században, beszélnek most is, hogy tudnélik Atlantisz újjá fog születni, vagy hogy meg fog újra jelenni közöttünk fizikálisan. Felmerül a kérdés, hogy ez mennyire vehetjük komolyan, mennyire van ennek bármilyen valóság alapja. Vehetjük. Én azt mondom, hogy annyiban igen, hogyha Atlantisz az aranykor jelképe, a mítoszok, ókori proféciák egyöntetően azt mondják, hogy az aranykor vissza fog térni, és mégpedig úgy néz ki, hogy napjainkban várható ennek a folyamatnak a megkezdődése. Tehát elképzelhetőnek tarthatjuk, ha elfogadjuk ezeket a jóslatokat, hogy mi magunk is, vagy talán gyermekeink, unokáink már egy boldogabb világban fognak élni, akár egy új aranykorban. Köszönjük szépen. Mai kérdés. Hol található Krétán a Minotaurus feltételezett labirintusa? És ahogy már a nézők megszokhatták, de azért mondom, hogy a múltkori és ennek az adásnak a kérdésére majd a helyes válaszokat beküldök. Sorsolás méghozzá 21-én. Kérdést mondtam. Mielőtt még elmondanád az elérhetőségeket, de úgyis látják írva, csak annyit, hogy a következő adásban megpróbálunk utána járni annak, hogy van tényleg üreges-e a Föld.
a Föld nevű bolygó. Tehát, hol igen, vagyunk? A Facebookon, a Hihetetlen magazin oldalon minden információ megtalálható, onnan indulva minden régebbi műsorunkat megnézhetik, a műsorhoz kapcsolódó videókat, szövegeket megtalálhatnak, reméljük segítséget nyújt az eligazodásban a világ dolgai között. Köszönjük szépen figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Jó éjszakát kívánok! Jó éjszakát!